Jó reggelt, Vietnám! Szevasztok gyerekek, Keeper jelentkezik. Következő csodálatos videóval, hát fázunk basszus, menjünk a tűzhöz elvileg, ott megmelegszünk, ugye? Na, skacok, vannak problémák, ugye az előző rész egy kicsit nem volt túl összeszedett, de annyit meg tudok ígérni, hogy ez se lesz jobb. Nem, egyébként megpróbálkozok minden jóval, megfogadni a tanácsotokat leginkább, az lesz talán a legfontosabb. Még mindig föl itt, ha még egy tojás van, jól van gyerekek? Akkor készítünk kaját magunknak, azokat magunkkal is visszük, igaz, hogy nem túl sok, de legalább valami lesz nálunk, srácok. Azon gondolkoztam, hogy mit kellene még csinálni. Igazából nem is gondolkoztam, hanem írtatok egy csomó mindent, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Rá kellene mennünk a küldetésekre, arra jutottam legalábbis. Ahogy így írtátok, meg próbáltatok segíteni, valószínűleg, hogy ez lesz a jó megoldás, én arra gondolok. Remélem, hogy ez így be is fog, meg is fog valósulni, meg működni is fog. Ja, meg mondtátok, hogy kraftoljak már magamnak egy ilyen kettes szintű ilyesmit. Ennek mi pont neve? Jó, úgyhogy voltak egy-két probléma itt a tegnap előtti részben, tudom, de hát szenvedési volt, szenvedési gyerekek. Javát tudok kettes szintűt. Egyébként mennyi a max szint? Mennyi a max szint, amit ki lehet hozni ebbe a... Oké. Valamennyire így nyugtattatok, meg hát így bízom én is abban, hogy ez így fog megvalósulni. Hogy biztos fogok találni, amíg meg nem döglök azért herbált, vagy nem is tudom, herbál antibiotikum, meg mézelt. Szóval annyira ne szarjak be, meg még van egy csomó időm, de hát azért eléggé be vagyok szarva, megmondom őszintén. Na nézzük, itt akkor ezt már ki lehet kapcsolni. Majd egy csomó fát kellene szerezni, és akkor nem lenne ilyen probléma, hogy ez ilyen sokáig tartna. Ja, meg húst is lehetne készítenem, ugye, úgyhogy vadászni is kéne. Hát ezeket így megpróbáljuk megvalósítani ebbe a részben, nem sokára hajnali 4. Aztán nekiállunk a küldetéseknek, arra gondoltam. Norvég is itt van, úgy láttam, írt, csak mondta, hogy csak akkor fog kommentálni, amikor nagyon felcseszem. Úgyhogy az lehet, hogy ebben a részben meg is fog történni. Meg írta, hogy ne ez legyen a bázisom, hanem csináljak magamnak. De egyébként én, ez tök jó lenne egy alapnak, csak át kéne alakítanom, azon gondolkoztam. Viszont ezt a szart, ezt lehet el kéne bontani. Jaj, ilyen ezresek, ezeket nem szereti a Keeper. Ja, át kéne alakítanom, nekem nem tetszik maga az a konstrukció, meg hát annyira nem rossz. Oké. Hát sok minden nem tudok csinálni. Ezelőtti részben azért is voltam ilyen, hogy mondjam, ilyen letört, mert zavar, nagyon frusztrál az, hogy ugye betegek vagyunk, és nem tudok ellene mit csinálni, meg ez egy kicsit olyan fura, hogy én nem azt mondom, hogy ő hibámon kívül, de beimálkolsz a legelején egy ilyen betegséget, azt te cseszheted, mert ugye ilyen nagyon gagyink még a lootok, nem nagyon van esélyed arra, hogy szerez jó dolgokat, meg egyáltalán szerez antibiotikumot, hiába lootolsz szará minden, akkor is ilyen követ, meg ilyen honkot, meg ilyeneket lootolsz csak. Arról nem is beszélve, hogy vagy 4 darab mentőautót kilutoltunk ezelőtt, meg még ráadásul 1 darab gyógyszertárat, és ott se volt egy antibiotikum, meg egy gyógyszer se, amelyik használható lenne volna, meg még ugye tuskóztunk is. Szóval ciki volt, szar volt, de hát bele kell nyugodnom még abba is, hogyha meg fogunk dögleni, ez van. Ha meg kéne nézni a kaja szintemet, meg ilyeneket, azt akkor arra lehet, hogy meg is kéne reggeliznem, úgymond. Ja, várja, hol van? Itt a water. 54, ha figyelj, igazából tök mindegy, hogy mikor eszed meg, nem? De nem, mert ugye ízét is tölt. Minek nevezik ezt? Ugye HP-t is. Aha, úgyhogy akkor lehet, hogy később kéne megenni, akkor, mert ugye arra is jó, hogy a HP-det tölti. Jó. Akkor egyelőre ez marad. Mondjuk a víz. Ja, meg a víz ugye stamina reget is ad. Igen, Kolompár Démon is írta, hogy ez tök jó ez a módszer, hogy ütök. Valaki írta, hogy késsel rossz, mert az meg ilyen vérzést ad a zombiknak, szóval elég jó, meg kevés staminát teszik. Egyébként a stamina regenerációra lehetne rágyúrni, meg erre az ütőfegyverre, szerintem az egy jó konstrukció lenne.
Most egyébként ebbe gondolkozok. Ugye mindig azt csináltam, hogy íjászkodtam régebbi részekbe, arra egyáltalán nem akarok rakni. Esetleg vadászatra használom majd az íjat, meg hát néha lehet, hogy igen. Viszont én bírnám ezt a közelharcot. Csak ide meg lehet, hogy ilyen heavy armor dolog is még nem lenne rossz, mert hogyha nyakon vernek, akkor ne olyan nagyot sebződjél, ugye? Hát még nagyon kis töketlenek vagyunk, már mint ilyen nagyon gyengék. Szóval ez egy kicsit probléma tud lenni. Várjátok, nézzünk körül. Hát sok minden nincs körülnézés szempontjából. Megyünk küldetésezni abban a pillanatban, amikor... De várjátok, a bolt az még nem lesz nyitva, ugye? Akkor lehet, hogy kerülünk egyet az erdőbe, aztán hát, hogyha bemákolunk egy izét, bemákolunk egy tuskót, amiben lesz méz, ugye az 5%-kal leviszi ezt a betegséget, az is tök jó lenne. Ja, figyeljetek, kerülünk egyet az erdőbe, jó? Megpróbáljuk kerülni a 6 órakor nyit, ugye a bolt, ha jól emlékszem. Sőt, egyébként egy erővel is mehetnék, nem megyek le. Nem megyek le. Az a durva, ugye ebben a játékban nem tudsz menteni. Szóval ami történik, az egy ilyen perma esemény lesz. Mivel amikor kilépsz, akkor ment, vagy nem is tudom mikor ment pontosan. Hát de az a lényeg, hogy ugye nincs az, hogy mentési szlotok. Szóval nincs az, hogy elmentem, aztán lemegyek, azt meghalok, akkor visszatöltöm, mert hogyha lementél és meghalt, akkor meg vagy halva. Nem tudsz utána vele mit csinálni. Szóval ez egy kicsit ilyen, hát mondjuk ad egy ilyen, hát ilyen mélységet a játéknak, meg egy ilyen, egy olyan érzést, hogy azért a cselekedeteidnek van súlya. És ez annyira nem rossz. Egyébként. Ja, kéne menni, gyerekek. Ja, a stamina regeneráció az azért elengedhetetlen lenne ehhez az ütőfegyver dologhoz, mert rengeteg staminát teszik, főleg a nagyobb fegyók. Ez mi volt? Valamit itt érzékelt. Van itt valami? Egyébként elég kevés zombi van, halleluja. Ja, már a blokkot érzékelte, oké. Okay. Elég kemény zombi van, de azért fel kéne készülnöm majd valamennyire. A harmadik nap, gyerekek, melyik nap jön? Hetedik napon vagy a hatodikon? Az első horda. Hát nem tudom, mennyire fogom túlélni így. Bár gondolom az első horda azért nem lesz annyira extrém nehéz. Jó, 2 óra 57. Lehet, hogy le kéne csullankodnom addig, aztán minél gyorsabban tudjak haladni. Hát, ja, 26%-on van az a szar, ami azt jelenti, hogy körülbelül minimum egy ilyen 4 napig még azért el fogok éldegélni. Hát szomjasok vagyunk. Viszont valamilyen szinten meg azért büszke vagyok arra, hogy elég jól sikerült megoldani ezt a vízkérdés témát, úgyhogy az jó. Ez úgy nem lett rossz. Ja, meg be kéne falaznom ezt a hátsó bejáratot. Meg ki kéne ütnöm majd. Addig nem nagyon akarom, amíg nem jön a horda. Addig mondhatni fölöslegesnek tartom. Tök jó, hogy ki lehet látni az ajtón, mi? Jó lenne nem összefutni egy zombivel, amíg még rohannak. Úgyhogy még óvatosba. Aztán instant megyünk, gyerekek. Tök jó nézze ki, hogy vannak ilyen fények a városban azért. Már nem tudom, hogy az energy az honnan van. Na kell a nap. 3.24. Jó. Tényleg akkor azt fogjuk csinálni, hogy megyünk, kerülünk egyet város körül. Lehet, hogy el kéne néznem arra. Azon a részen nem mentem. Vajátok? Mert itt körbejártam már. Viszont... Igen, itt szembe. És utána jobbra, arra még nagyon nem voltam, hát hogyha találok valamit. 6-kor nyit a bolt? Jó, emlékszem, srácok? De kár, hogy nem tudtok válaszolni, mi? Még mindig rohannak a zombik, de egyet sem látok. Néha egyébként tök ilyen nem spónolnak le, valamikor meg rengetegen vannak. Jó lenne, hogyha nem érzékelnének most. Elmegyünk itt, és akkor jobbra megkerüljük az egész várost. És körülbelül 6 órára azért visszaérünk. Hú, nem. Parázok.
Ja, itt alul van valami. Hát ezeket a küldetésekbe érdemes csinálni. Demon Hill írta, hogy küldetés nélkül már nem is mennek lootolni. Legjobb, hogy folyamatos küldetéseket válasz, mert akkor azért is kapsz ugye cuccot, meg még ráadásul. Amúgy is kapsz ugye az épületből, szóval ez tök jó dolog. Úgyhogy ezt meg fogom fogadni, ezt a tanácsát. Na jó, 55, 56. 57. Jó, srácok. Tökéletes szerintem. Megyünk erre egy kört. Talán találunk izét. Talán találunk egy tuskót. Abba vízunk. Aztán ha nem, akkor sincs baj. Nagyon nem akarok elkámpicsorodni. Az előző rész az tényleg egy rányomta a bélyegét, az, ez a betegség az előző részre. Egyébként ezeket viszont, ezeket a vörös növényeket, ezeket érdemes lenne szedni. Csak az a baj, így eltérök a valós célomtól. Úgyhogy azt sem akarom. Nem tudom, kerüljük meg a várost, látunk esetleg mentőautót vagy valami hasonlót, akkor azt kilutoljuk. És pont, hát remélem, hogy akkor vissza fogunk érni arra, amire számítok. Mármint a 6 órára. Ja, előző rész az eléggé ilyen izé volt, ilyen depressziós lett a vége már, hogy biztos benne, hogy ennyit kilutolunk, ennyi. Egy izét, egy baltát találnék, ha ne körülnénk, vagy valami hasonlót. Ja, egyébként ilyen full nulla loot van így. Ja, meg a izéket is érdemes lenne. Ezeket, hát hogyha tojást kap, igen, tojás 2 darab, ezeket érdemes. Meg az ilyen trash-eket nem tudom egyébként tényleg érdemes-e még lootolgatni. Nem tudja, annyira nem. A zombikat meg ott fogom hagyni, nem fogok most egyelőre küzdeni velük. Tényleg az legyen, hogy menjünk egy kört. Mentőautót látunk, jó lenne. Ha nem, akkor nem. Kicsit ilyen idő. Néha futunk, néha nem. Egy darab tuskót nem látok. Ah! Bazze! És erre meg pont ott van egy. Nagyon jó. Egy mézet bemákolhatnánk, gyerekek. Pont Banános Joe-val beszélgettem. A Johnny-val. Banános Johnny-val. Hogy van, amikor így folyamat adja minden tuskó. Van, amikor meg egy darabot se soha. És most se adott. Nem tudom, hogy ennek a tuskóknak a lott távolsága mennyi. Tök jó ez a táj, nem teljesen flat. És egész jól legenerált a mapot a játék. Nem ilyen full lapos, tudod-e? De volt valami jó érdekesség. Majd úgyis az árushoz megyünk, azt akkor eladjuk, ha olyan van. Mert egyelőre még a túlélésre kellene koncentrálni, nem arra, hogy például nem tudom, az valami rakétavető alkatrész volt, vagy nem tudom micsoda. Nem látok. Nem látok tuskót, gyerekek, nem látok. Ezt a ködöt egyébként legszívesebben kikapcsolnám, jól néz ki meg minden, de egy kicsit olyan zavaró nekem. Ez mi a szar? Valami trafóház? Vannak itt érdek. Ah, itt is egy tuskó. Na, ezért egyébként ezért gondoltam, hogy kellene kerülnünk egyet. Jó van. És ebben se volt. Gyerekek, komolyan mondom. Kezdek megint dízni depibe. Az a baj, hogy minél több a fél, ugye a fail, annál inkább azt érzem, hogy itt a szopatáson vagyunk. Ja, egész jól legenerálta most ezt a mapot az engine, a játék. Nem olyan statikus az egész, hanem vannak dombok, meg minden. Ezelőttire az első az ugye olyan volt, hogy volt ilyen síkság, meg hegyek, az meg olyan tök gáz volt, nem tetszett nekem. Valami lépéshangokat hallok. Valahol van itt, nyőszörög valaki. Na, akkor így meg tudjuk kerülni, hogy ezt az egészet. Hoppá, ez mi? Lehet, hogy megnézem, ez mi ez. Főleg, hogy ilyen... Ó, hogy ilyen OP-t ütünk.
Próbálnék a fejre ütni, csak azt néha nem jön össze. Szerintem ez rohadt jó. Nekem tetszik ez a közelharc most. Valószínűleg, hogy a valóságban is így működne, nem? Ezért való esélyes, hogy közelharcba próbálnál így érvényesülni. Ebben lehet, hogy lesz lúd, gyerekek, itt van egy ilyen lámpa is. A főlútokban is esélyes, hogy van benne gyógyszer, ugye? Ó, banános pont említette. Ez még mindig élt? Még... Ez érdekes. Néha olyan tök fura, hogy azt hiszed, hogy már rég megdöglettek. Itt is egy hülye. Nem lesz itt semmi lút. Most látom sajnos. Ez, ennyi az összes lút. Hány óra? Volt egy pisztoly. Hát nem tudom ezek egyébként, ezeket a lőfegyvereket érdemes-e használni. Figyelj, ezt fölveszem, meg legscrapelem. Még nem vagyunk túlterhelve, addig nincs olyan nagy problém. Oké, gyerekek, menjünk a francba. Tuskó? Ez már a harmadik, ugye? Vagy talán még a negyedik is? És eddig még egy darab mézet nem találtunk. Egyébként nagyon nincs szerencsém most valahogy ebbe a sorozatba. És ebbe se volt basszus. Nagyon beteg, hogy basz, ennyire nincs szerencsém. Ezt érzitek ti, hogy ez normálisnak kéne lennie? Kicsit futunk is. 6 óra 11 van, már ott kellene lennünk a boltba. Hát vágjunk a városra, vagy pedig már imádkozzunk, hogy lesz tuskó? Hát lehet, hogy átvágunk inkább a városon. Azt megyünk a Baudba. Jaj, de megint ez a köd. Ilyen, 6 órakor ilyen extrém köd van. Egy kicsit azért erős nekem. Roncstelep, tök jó, még ilyen is van, ilyen junkyard, figyeled? Vagy valami, lehet, hogy nem roncstelep, hanem inkább ilyen... Lakókocsi park. Gyerekek, ez nem is olyan pici az a város egyébként. Rá kell, hogy öljek. Az a gond, hogy nagyon futni nem érdemes mindig. Mert a staminádat eltolod. Akkor meg amikor harcra kerül a sor, akkor... Ezt az ilyen specifikus, nem mentő autó tudom, de ezt ki akarom lootolni. Mert azt hiszem ilyen szerelősi cucc. Ó, az jó. Jó, mert ettől megkapjuk az XP-t is, szintet is lépünk, minden nagyon jó. Úgy látom, mentőautó az Nuku. Benzinkút. Egyébként ilyen benzinkútat is tök bírok. Ilyen letelepedés szempontjából tök jó lehet. Na, megyünk küldetést vállalni, gyerekek. Milyen extrém köd van. Jól néz ki ez a játék különben, csak... az az épület se rossz. Valahogy most rákattantam arra, hogy így le akarok telepedni. Így a városba. És akkor itt valószínűleg, hogy a küldetések tök jó, mert ide fognak szólni. Jó, húzzunk bele. A kutyákon kívül nagyon nem félek semmitől most. Ja, hát ilyenkor aztán a tuskókat nem nagyon veszel észre. Ja, hát kilutoltunk vagy 3-at, 4-et, megint ugye semmi. Sajnos a szerencsével hadilában állunk. Ja, körbe mentünk most egész végig a városon, úgyhogy... Na, ja nem, egyszer levágtam, bejöttem ide. Mindegy. Viszont mindjárt itt vagyunk. Jó, hát most már tényleg a küldetésekbe, meg a főútba bízok. Hogy ott esetleg találok. Majd antibiotikumot, de... Az a gond, én már most érzem, hogy ez egy ilyen rohanás lesz az idővel, hogy... nehogy meghalljak, még hogyha kapok is az abban ilyen szinten meg... Antibiotikumot nem fogja tudni levinni nyérre. És ez böszmére nem jó dolog. Na... először is, ami nem kell, azt eladjuk. Mert... Egyelőre ezekre nincs szükségem. Azt nem akarja, ezt le kell volna szköpelni, gyerekek. Nyugodj el meg, testvérem. Homok nem kell? Ez nem kell? Pisztoly? Az biztos kell.
Igen, azok meg nem kellene neki, úgy látom. Azokon a növényeket ez tök jó megveszi, úgyhogy azt érdemes gyűjtögetni. Jó, most is van 118-unk. Igaz, hogy nem ezzel fogunk elmenni a bucsúba, de... semminél jobb. Oké. Ezt is fogadtuk. 300... miért van ilyen rohadt messze? Jó, messze van, basszus. Az anyja úristene. Na, mindegy, csináljuk, gyerekek. Figyeljetek, legyünk egy kicsit progresszívek, nem? Ne tököljünk annyit, hanem csináljuk a küldetéseket agyba főbe egy tier 1-es quest. Valószínűleg ki kell utalni valami épületet. Tök jó, mert az erdőbe visz, közben találhatok deugokat is. Kéne innom egy vizet, biztos már kell szomjazni amúgy is, meg akkor a kis stamina regünk lesz. Na jó, az lesz. Ebben a részben folyamatosan csak küldetések, minél több. És akkor bízunk benne, hogy valami jó dolgot is le fogunk lootolni. Aztán foglalkoznunk kellene majd a bázis építéssel. 30 százal. Nem tudom, hogy egyébként valamilyen negatív hatása van a betegségnek. Mit tudom, jobban fogy a staminám, ilyesmi. Azért az se egy... ez se egy utolsó dolog, hogy... gyerekek, ez mi lesz? Ez egy kév lesz? Jaj, ne! Izé! Ásni kell! Ne, hogy ásni kell! Na, ezt úgy utálom, bazzer. Ezt úgy utálom, gyerekek. Most nézem, hogy ásni kell. Jó. És aktiválni kell. Aha, oké. Na, mindegy. Ja, ezzel nem vagyok kibékül, ezt nem annyira szeretem ezt a dolgot. Fogy a staminád is. Mondjuk emellett, ugye, hogy kiásod, akkor szokott lenni olyan loot, amit te meg megtarthatsz belőle. Lehet, hogy kellett volna sört hoznom. Ez így lehet, hogy egy hasznos dolog lett volna. Gyerekek, az a stamina dolog, ez nem baráti. Nem tudom, ja igen, ezt a stamina regre kéne majd pakolni. Csak most figyeljetek, az ilyeneket szerintem éjjel kellene megejteni. Úgyhogy egy kicsit most nem. Minden éjjel kellene ilyet csinálni. Ott van valami épület szerintem, ott a... vagy pedig valami jármű, vagy nem tudom mi az. Milyen mélyen szokott ez lenni, gyerekek? Na, ezt nem kéne. Na jön egy zombi, akkor itt instant megöl. Azt hiszem, hogyha x darab földet kiütsz, akkor majd szűkül a kör. Mert így megszáll, hogy nem találod meg, valamit segíteni akar a játék. Aha, szűkült is, várjál. Úgy látom, elég könnyen megtalálható, mármint elég kicsi kört rak be. Szerintem egy nehezebb szinten. Éhesek is vagyunk, jó. Nem baj, eszünk. Van nekünk kajánk, ne viccelj. Az mi az a ikon most az ásón? Az a nyíl, kettő ilyen fura nyíl. Srácok. Az mi az, valami stamina reget kaptunk ilyenkor? Hanném már meg. Max stamina bónusz. Ja, max stamina bónuszt kaptunk. Ja, amivel ettünk. Oké. Okay. Ez egy csomó kléjünk, meg ilyen hülyeségünk. Ez a stamina dolog, ez. Kéne valami kávé, vagy valami. Mindig eladom a kávét, azt egyébként főszednék kávét, azt akkor nem kéne egy szenvednem, nem igaz, gyerekek? Na, egy kicsit szűkíthetne azon a köröm, vagy nem tudom, hogy hol kell ásnom. És tényleg nehogy jöjjön valami, mert akkor vége lesz a bulinak. Ja, itt. Nem, arra. Ez jó, elcseszed az időt ezzel az ilyen áskálós küldetésekkel. Egy épület ki utolása jobban tetszett volna. Ó, oh, Sanyi. Na. Aha. Ezek közel vagyok hozzá. Menjen ma. Ó, ez a stamina dolog.
Várjál, tényleg megnézem, addig töltődik, hogy ez. Ja, igen, erről beszéltem, hogy stabil regeneráció, mínusz 25%, és lehet, hogyha mondjuk 50%-ára esik ez a betegség, akkor még szarabb lesz, úgyhogy ez tök jó, az nagyon örülök neki, gyerekek. Úgyhogy akkor szopás a köbön. Ó, hát akkor igazából ilyenkor lehet, hogy nagyobb értelme van, meghalnod instant, azt akkor nincs gondod, mint hogy itt szopja a folyamat. Úristen, pont a sztaminám! Na, megvagyunk, jaj, de jó. Mit ad? Ennyi? Ennyit kaptam bónuszba, azt meg ő neki kell vinni. Úgyhogy ez tök jó. Na jó. Mehetünk vissza, srácok. Stamina regemet 25%-kal csökkenti a betegség, de jó buli. Kéne egy ilyen visszateleportálás most, na. Jó, hát ezekkel nem fogok harcolni. Az a baj, 9 óra 26, már 10 óra lesz, gyerekek. Még egy néhány küldetést azért jó lenne megcsinálni. Tuskót láttok, komolyan mondom, nem is érdemes kiütni, csak időt veszítesz vele. Jó, oké, nyersz belőle fát is, de hát... Nem vagyok boldog. Esetleg adhat izének, revardnak is, a küldetés revardjának ilyen gyógyszert szerintetek? Na mondjuk az is jó lenne akkor. Én reméltem egyébként, hogy elküld minket, mit tudom én, valami épületet kipucolni. Nem is lehetett választani, ez az egy quest volt nála egyelőre. Jó, annyira nem kellett messze menni, de a francok nem ide a szomszédba küld, akkor a rendőrségre vagy valahova, érted. Bár jó, le vagyunk röttyenbe. Sajnos. Sajnos gyerekek, le vagyunk robbanva. Na, megcsináltam a küldetést, mit kapok érte, testvérem az úrban? Igen. Jó, választhatok. Bundled. Hát, de mit tudom én. Válasszunk ide. Shotgun bundled. Oké, okay, adjál valami munkát. Ó! Oh. Jó, az alásott az nem, és a legközelebbit kéne választani. Ez azt mondja, hogy 371 méterre van. Oké. Okay. Úgyhogy akkor csináljuk ezt, 371 méter, nagyon jó. Ez elég közel van. Oké, okay, meg kaptam egy ilyen bundle-t, valószínűleg ugye ki lehet nyitni, és akkor a alkatrészeit, vagy esetleg alkatrészét fogom megkapni. Egyelőre ez nem annyira fontos nekem. Jó, ez jó lesz. Az ásos... Először nem lehetett választani, jól láttam, ugye? Nem én voltam béna, hanem abszolút nem is lehetett választani, viszont most lehet. És ez tök jó, ez tök jó. Akkor most már ugye tudom választani az ilyen küldetéseket, amik ilyen épületekbe szólnak például. Gyorsan, 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 gyorsan. Tök jó. Ja. Ugye ez tök jó, mert ugye el kell indítani a küldetést, akkor ugye bereszetel konkrétan az épület. És hogyha te épület, ahol le vagy telepedve, és még nincs is leragva ilyen claim, akkor se tudod elcseszni, mert hogyha nem nyomsz rá az épület előtt erre a nyírra, akkor addig nem reszetelődik. Ja, ugye itt meg voltunk is például, tudod. Sőt, nem voltunk, hanem én azt hittem ebbe megyünk, de nem ebbe megyünk. Éhesek vagyunk. Azt a betyár, hova megyünk ma, gyerekem? Kutya. Gyerekek, készüljetek. Azért ez bírta, bazze. Ó, hogy rohagy meg, ez bírta, bazd meg. Egész jól túléltük. Bőrt ezt veszek ki belőle. Gyerekek, egész jól túléltük. Az a baj, ez a stamina reg miatt nem tudtam izéket ütni. Ilyen power-et akart neki. Jó. Oké, és kacok, nyomjunk rá. És már jönnek is a zombik, oké. Okay. Csapjuk neki. Nem mondod, hogy bereszetelt a kutya is.
Ó, azért ez köcsökség volt a jó álbum, mi? Skacok. Ez köcsökség volt a jó álbum. Van egy olyan gomba, ami szerintem vált kettő... Jó, hallod, betört a térdét a hülye gyerek. Ez nagyon, nagyon köcsök dolog volt. Ne haragudjatok, de ez buzi dolog volt. Beleszetelt a kutya. Jó, ezt kiszedem. Hát 29 percre el van, vagy megvan, fáj a térdünk, vagy nem tudom mi kell ahhoz, most egyelőre. Nem az a legfontosabb. Ó, srácok, bazza, mik nincsenek ebben a játékban nekem itt. Szívás a köbön. Ez jó. Valami sniper könyv volt. Van gond, hogy lehet, hogy érdemes lenne utolgatni. Csak hol van egyáltalán a izé? A cucc, amit meg kell szereznem. Mit tudtok erről, gyerekek? De mutatja, jó? Oké, nyugalom. Ja, mutatja, hogy hol van. Buta volt a keeper. Szomjasak vagyunk. Fel vagyunk készülve egyébként túlélésre, szóval nagy baj nincs. Meg lehet, hogy dobok egy kaját is. Figyeljétek, én megyek, nem tökörészek. Ne haragudjatok. Valószínűleg, hogy fölút Nuku. Megyünk, azt csináljunk a következő küldetést. Inkább arra akarok ráfeszülni, hogy minél nagyobb tier küldetéseket kapjak. Mivel tudom ezt eltüntetni, ezt a időt, ezt a negatív hatást? Aloe krém. Első segély, ugye. Jó, semmi nincs, úgyhogy tök mindegy. Úgyhogy akkor futi van. És ez milyen negatív hatással jár? Várjál, azt meg akarom nézni még. Jó, oké. Annyi, hogy kevesebb a HP-m? Ott rohadjon meg. Semmi gond, gyerekek. Semmi gond! Ja! Az elején Banános Joe mondta még, hogy ez egy ilyen tök igazi Survivor az elején. Jó nehéz, de érzem is itt a problémákat. Azt a kutya, hogy bereszetett, azt a betyár. Hát ez nagyon-nagyon nagyon cigán dolog volt. Kétszer kellett vele megküzdenem. Egyébként a kutyáktól rohadtul félek, nagyon gyorsak, ugye nem tudsz elfutni előlük, mert lehet velük szopni rendesen, de egész jól megoldottuk. Megmondom őszintén, még büszke is vagyok magamra, hogy milyen jól sikerült. Ebbe bekukkantok, jó? Hát, ha valami lesz. Hát ez nagyon sokáig lootolta. No probléma, gyerekek. Jó, hát ez majd meggyógyul magától is, hogyha esetleg nem lesz olyanunk. Csináljuk, csináljuk. 12 óra van. Még minden, mindig tök jól vagyunk. Na, mit lehet választani? Molotov koktél. Molotov koktél egyébként lehet, hogy jó lenne, amikor zombik jönnek. Viszont ez se lehet rossz. Meg ez se lehet rossz. Figyelj, én Molotov koktélt választottam azért, mert jó lesz az majd. Jó lesz az majd, csaláncok. Legyen. Ez a legközelebbi, ugye? Oké. Okay. Megyünk gyerekek ezerre. Hoho, nagyon jó vagyunk szerintem. Egész jó, egész jó, egész élem. Éjszaka el fogjuk osztani az ilyen skillpontokat, meg ilyenekre fogunk rámenni, addig nem. A stamina regre kell rengeteget raknom, ezt én már most látom. Meg a közelharcra. Stamina reg és közelharc, ez a kettő legfontosabb most nekem. Én így gondolom ezt a dolgot. De tök jó egyébként, hogy lehet választani, hogy te milyen rewardot szeretne, és lehet, hogy ugye be tudsz mákolni egy olyat is, amelyik éppen azért nagyon kellene. Jó, kimentünk a staminából, most egy kicsit nyugi. Töltődjön az a stamina. Gyerekek, ez tuskónak számít? He! Fion itt kettő. Ez jó lenne.
Ott a méz, baze, ott a méz! Ne! Ja, azt hittem teljesen eltüntette, de viszi lefele, ugye? Boldog a csávó. Nagyon jó. Na, még a végén bemántoljuk a gyerekek helyzetet. Ebben nem volt. Figyelj, én ennek örülök. Esküszöm. Ennek is örülök. Ja, nem instant viszi le, hanem ugye így folyamatosan. Oké, semmi gond, gyerekek. Nagyon jó vagyunk. Happy vagyok. Happy vagyok, tényleg. Én ettől már boldog vagyok. Jó, oké. Menjünk a bejárathoz. Nehogy véletlen megint egy kutyát átmegyek rajta. Ugye a kutyát így felzaklatok, és akkor utána meg az a baj, hogy minden besz... Ó, jó kis benzinkút. Imádom a benzinkutakat, gyerekek. Egyik legjobb dolog. Na. Megjöttem, gyerekek. Aki bújt, aki nem, megyek. Fönt az emeletem van. Ma látom. Lehet, hogy arra kéne rámenni, hogy nem is kéne foglalkozom semmivel. Ami instant följutni a lootér, ezt a szevasz tavasz, nem? Az mekkora cool dolog lenne. Ott van a izé, ott van a loot. Jó, kettő drop zombi, ahogy látom, madár esetleg. Baza, olyat mellé ütöttem. Jó, de elfutkozok körbe, nincs semmi gond. Teljesen jó vagyunk most, most nagyon mázlunk van. Jó, és fölösleges kilutolni az egészet. Hanem itt van. Nekünk egy fölút, fölút, fölút. Ott van a lőszer. Ó, nagyon jó. Ez így jó. Mi van benn? Egy egyes ásó. Hülye vagy. És te azért. Hoppa, hoppa, ez mi? Úgy ízét ad, egy stat pontot ad, basszus, hogy berakod. Ez tök jó. Viszont van gépfegyver is, van lőszerünk is, és van ugye a küldetéses lootunk is. Ohohohohoho, hogy gyógyszer legyen! Nincs. Na. Mindjárt megjön az embernek a sikerélménye, hogy egy kicsit valamit alakul a dolog. És nem fogok tovább lootolni, mert megyünk is vissza, srácok. Ja, túl vagyunk terhelve. Nem tudom, az ilyen lőfegyvereket szerintem most el fogom adni. Komolyan mondom, azon gondolkozok, hogy... Hát, mondjuk lőfegyvereket. Nézzük meg azt a... Találtam egy gépfegyvert, ugye? Egy egyes jó le van amortizálódva. Mondom, ilyen javítókészletet tudod megjavítani. Nincs hozzá egy darab izeink se. Lőszerünk se, úgyhogy sok értelme nincs. Viszont 9 mm-es pisztolylőszert azt találtam, ugye? Hol rakta? Ja, meg a shotgun izé itt van. Nyissuk már ki. Jó, hogy egy egész shotgun kapsz, és 15 lőszerre. Ó. Ah, viszont nem rossz. Shotgun az olyan... Gondolom... Nem lehet olyan rossz. Várjál, ez egy ilyen egy lövés? Az igen. Na, amire betöltöd, arra 3 zombit agyonversz, nem? Ez megint eléggé fail dolog. Akkor ennyi erővel egy pisztoly vagy egy gépfegyver lehet, hogy jobb. Mondjuk annyi, hogy az MSX staminát, így betöltöd lőfegyvereidet, és akkor ráváltogatsz, amikor nagyon közel jönnek és szorul a hurok. Akkor inkább azt csinálod, hogy mit tudom, amikor éppen stamina regre van szükséged, akkor inkább lövöldözöl. Utána meg visszaváltasz a... Mi ez? Kalapácsra, nem? Az így lehet, hogy így működhet. Na, megcsináltam, testvérem. Mit lehet választani? Usi. Crafting skill. 3 random crafting skill. Lehet, hogy azt fogom választani, bár mondjuk nincs kajánk. Ha ez mennyit ad, mennyi kaját? Ezt ott 10 foodot. Jó, bocsánat. Lehet, hogy nem a legjobb döntés volt. 430 méter. Ilyeneket csinálok inkább. A clear zombikat hagyagolom. Mert az meg ugye teljesen ki kell pucolni egy bizonyos területet. Hopp! El akartam adni dolgok a gyerekek. Bocs, tele vagy, tökünk tele van, szó szerint.
Inventory. Bocs, gyorsan eladok dolgok. Ezt nem veszi meg? Rohadjon meg. Mondjuk ennyi erő. Ez, fú, ez biztos lehet, hogy tök jó. De 200-at ad érte, úgyhogy megy a levesbe, bocs gyerekek. Az aloe krémmel, azzal meggyógyíthattam volna ezt, mi? Jó, kösz. Ennyire vagy hülye keeper. Viszont tök jó, tele vagyunk lóvéva, gyerekek. Van kajám is. Ezt a rohadt húst, ezt nem tudom minek cipelgetem, jó? Majd kidobunk dolgokat. Oké, van egy csomó lóvénk. Az tök jó. Meg kéne nézni, hogy nincs. De mondjuk ennél nincsen ilyen gyógyító dolgok. Hú, jó, oké. Rá vagyok most függve erre a dologra, jól működünk. Egész kellemes. Figyeljetek, vízünk van, kajánkhoz kezd alakulni. Lesz egy kis lóvénk, akkor jobban el tudom osztani. Esetleg akkor veszek skulót ebbe a G-fegyverbe, nem tudom. De egyelőre az ilyen lőszervásárlás, meg az ilyeneket, azokat meghagyom a legvégére. Addig hát, hogyha kell másra a pénz. Mivel mármint ugye a legvégére, hogy amikor elkezdődne a zombi horda, előtte nap bevásárolunk maradék pénzből esetleg lőszereket. Mert tényleg akkor, hogyha elfogy a staminánk, akkor ráváltok a gépfegyverre, letkaszálok mindenkit, utána meg akkor tudok tovább ütögetni, ebbe gondolkozunk. 14.52, na, produktívek vagyunk szerintem, tök jó, ezt most így élem. Ezt most így élem. Nem mondod, hogy ez ugyanide hoz vissza, viszont... Nem, tényleg? Viszont akkor full staminával kell majd elindítani. De ez nem lehet, nem? Ez nem ugyanoda hoz, jó? Azt hittem, basszus. Egyébként ez ilyenkor kipucoltnak számít? Mikor spawnolnak újra az ilyen dolgok ide? Mindig kerülve megyek ilyen helyre. Aha, jó kis izé, tudod? Mehetünk. Na, ide valahogy be kéne vágtatni. Várja? Kicsit éhesek vagyunk. Ezeket olyan lassan utolja, ezt mindig megbánom, hogy neki kell utolni. Már javítókészlet ott van, azt meg azt hiszem a gépfegyvert le tudom vele javítani. Eléggé csapda jellegűnek tűnik ez. Jó, ezeket mind el tudom adni, azért érdekel egyébként. Ne! Hú, bazze, komolyan mondom. Madár! Ennél jobban nem utalok semmit, komolyan hülye madárnál. Baze! Ha majdnem megbegtetett a hülye madár, mindig elfelejtem, hogy vannak madarak. Gyere barátom, itt ki tudsz jönni ide. Jó csúgy a pofád vagy, gyerek. Ja, két hittel így meg lehet oldani. Már volt még egy nő, nem? Hol van anyámba tűnt? Ez hova tűnt? Volt még egy anya. Ja nem, még egy ilyen. Ugye ez ugyanaz volt, csak nem halt meg. Nem ugyanaz. Jaj, hülye vagyok. Jó, hova kell venni? Mit kell szerezni? Itt van benne a házba. Ott a kutyaház, rohadj meg! Mi van? Zombi, mi? Mi lenne? Indultam. Te hallod? Itt van az ajtó, nem? Kiköverdi. Pont írt norvég valami. Nagy szenvedés volt az a rész. De egyébként... Ez egész jó most. Ezt most élem. Tisztküldi után kapsz ingyen briggát. Most írt a gyerekek! Élőbe, közvet itt. Segít itt. Bocsa, nem írok vissza most, haver. Ez mi olyan, mint egy lőszeres, figyeled? Ezt nem lehet szétütni, mit ad? Nem olyan, mint a lőszerek lennének, de jó. Na. Tegyük. Ó, valaki nagyon kigyúrja magát. Itt a csávó-e.
Csáó, nyomja a poppot, gyúr. Mi csinálsz a hűtő mögött? Szereled? Régebben nem volt olyan, valami rémlik, hogy nem csak éjszak futottak a zombik, hanem bent is, ahol sötét volt. Nem volt ilyen? Hogy én vagyok izé? Én emlékszek rosszul. Ott van a lőszer, úgyhogy megvan a lőszerünk is a fegyóhoz. Ezt viszont meg már nem adom el a kukoricát. Óha! Ez most elég mákol. Elég mákos tészta. Elég sok... Tök, minden is. Ha, jó, gyerekek, most bemákoltuk egy csomó kaját. Már is érdemes, hogy gyűnyi. Meg egy csomó receptkönyvet. Oké, várj, a receptkönyvet, van egy csomó receptkönyv. Ilyenkor sorba rakja, és a receptkönyvek egybe kerülnek? Ja, hogy ugyanaz. Kettő darab, hedik. Na, majd eladjuk a dolgokat, amik nem kellenek. Menjünk vissza, meg ígyunk egy-egy gyerekek. Egyébként jó sokat kell inni itt ebbe a játékba. Hívási problémáink vannak. Ott volt a csáva, jó, itt hagyjuk őket. Figyeljetek, megvan a úgynevezett idézőjeles főlút. Jó, most nem szerem azt a kutyát szét. Tudom, hogy lehet valaki mondja, hogy jaj, nem szerte szét a kutyát! Milyen voltál? Képer! Egyébként úgy bele tudok merülni néha a játékba, hogy azt sem tudom, merre van előre, vagy mit csinálok. Jó, túl vagyunk terhelve, ez nem baráti. Nincs valami olyan szemet, amit ki kéne szórni. Ezt a homokot mi az anyám balagának cipelgetem, hát? Azt mondd meg ezt a 10 darab ilyen szart se, tudom. Meg ezt az egy darab ásót is le lehetne szkrepelni, vagy tököm tudja. Ez meg... Ez mi ez? Stone. Ja, nem tudom most mit keres ez itt. Néha azt sem tudom mi van, merre van előre. Együnk egyet, nem? Várj, ez a leves azt hiszem, hogy izét is ad. Water-t is. Figyelj, én kühieket minek cipelgetek, úgysem semmire. Még mindig 9-re túl vagyunk terhelve, most meg esik az eső. Azt a fázok, gyerekek, van minden hatásám ott. Fázik a karakterem. De jó, az milyen, nem ám meg izé beteg leszek, vagy valami lesz velem, mert akkor meg már tényleg ered vágok. Az még egy nagyon jó lenne, gyerekek. Autóztam, én el kéne adni dolgokat. Viszont ebbe a fegyverbe szerintem találtam lőszert. 7 darabot. Jó, lőfegyvereket meg kéne tartani azért, mert tényleg a... nagyon, nagyon szorul a helyzet, jó lesz ez. Jó lesz ez. Méz hatása elmúlt, 5%-kal csökkentettük. Hát, ja, úgy látom, hogy egy ilyen egy óra alatt, vagy egy nap alatt, ugye, minimum egy ilyen, mennyit, 10%-ot, 15%-ot azért nő. Vagy 20-at lehet inkább 20-at. Úgyhogy tényleg 5 nap. Az, mi az ilyen, holoda? Képernyő széle így kezd megfagyni. Nehogy már megfagyjak vagy valami, mert mindjárt magamhoz nyúlok akkor. Hát ez még hiányzik. Hát ez még hiányzik, hogy be... De látjátok a képernyő szélét, ilyen fagyás nyomok vannak rajt. De jó. Nehogy itt te jól érezve, mi fan... Át vagyunk kázva, gondolom. Jó, 100%-ig át vagyunk kázva. Csodálatos dolog, gyerekek. Na, ja, és egyébként tényleg nem érdemes lootolni küldetés nélkül, mert ugye így akkor duplán kapsz dolgot. Megkapod ugye a lootot is az épületből, meg még ráadásul megkapod a rewardot is, amit tudsz választani, és jó lenne valami. Egy antibiotikumot bevállalnék. És 10 küldi után kapok bringát, ez jó, jó. Na, itt is fázunk, vagy mi? Itt kezdünk száradni, jól van. Na. 9 mm-es ammó, 50 darab dick. Viszont... Mondjuk ez nem érdekel. Lehet, hogy ezt el fogom inni. És akkor egy kis üzletelés, testvérem. Várjál. Ja, hogy ez fegyvernek minősülő tárgy. Hát akkor nem. Azt hittem izé. Azt hittem armor, de nem figyeltem. Tudom, le vagyok csözve. Mindjárt megnézzük, hogy mi az, ami nem kell, azt meg dobom ki, gyerekek. Jó, van, ezt is kidobom, ne legyen itt. Amit nem vesz meg, és ilyen nagyon trash.
ezt meghagyom, fegyvert megjavítani. Ne legyek túlterhelve most annyi, igen, még három helyen maradt. Oké. Még egy jobot adjál már valamit. Az a baj, clear zombi van már csak. Jó, mindegy, clear zombizunk egy-egy gyerekek. 18 óra 3 van, hát igen. Tudom, igen, sötét van, meg esik az eső. De menjünk neki a világnak. Még ezt a clear zombit, ezt megcsinálom mindenképpen. 18 óra 7, talán még kettő is belefér, bár az a clear zombi az lehet, hogy egyen nehezebb. Mint hogy elhozom csak a szaplit. Ja, nem jól csináltam ez alatti részben, nekiálltam random össze-vissza lootolni, el voltam bezve, ezt így kellett volna csinálni gyerekek. Ez még mindig egy egyes szintű quest, ugye? Jó, 8 perc múlva elmúlik, ó, de jó, kisüt a nap, oké. 8 perc múlva elmúlik a izénk is, a térdfájásunk, konkrétan fáj a térdedik. Ez mi az, valami ízületi problémája van, vagy mi akar lenni? Minek minősülő dolog ez? Ah! Nincs staminám, gyerekek! Meghalt! Rohadt életben, nem volt staminám. Ezért nem érdemes futni ebbe a játékba, basszus. Jó, már beteg nem leszek, úgyhogy ez... az jó dolog. Megyünk egy kis üzei, egy kis HP regeneráció, és eső után is ilyen köd van. Dik az. Jaj, gyerekek, ezek a kutyák! Ezekkel nem vagyok kibékülve. És itt is átmegyek, nem lesz. De tényleg arra kell figyelni, nem szabad bassza futni ebbe a játékba. Ez egy halál. Neki azt rohanni. Nincs stamina, nem tud agyonverni a kutyát. Száradunk, mindjárt megszáradunk. Na, ezt a házat meg mindenképp ki kell, az a baj egyre távolabbra. Egy csomó épület van mindenhol, bár ugye azok nem tier 1-esek lennének. Aztán azért nem tudja azokat beadolni. Azok meg később közelebbit is fog, mert az, vannak 2-es, 3-asok a környékemen. Jó, hát nem tudok futni, bazze, bocsánatot kérek érte. De ez van, itt egy clear zombi dolog lesz, ki kell pucolnom a zombikat, hát... Jobban örültem volna egy izének. Szupli cuccnak. Na, írja, hogy hány darab van? Lószart írja. Valahol be kéne mennünk, nem tudom, hol itt mondjuk. Hello! Nézzük a hátunk mögére, nehogy meglepjelek. Hűha! És ez elért! Komolyan! Jó, van, kettő fekszik. Okay. Ja, hogy ez egy ilyen vásárlási autó, mondta, jó van. Mert büdös vizet elraktuk a büdös vizet. Szokott lenni kaja, ezeket átnézem. Ez a rész az egész szoranyos, nem olyan szenvedés. Kávét, azt lehet, hogy jó lenne, azt is nem eladnám állandóan, meg ilyen dolgokat. Baza, milyen köd van? Nem látok el kettőig. Nagyon brutál. Jó, hogy nem is látom. Yeah! Ez így... Ja, egy átlag kettő ütés. Csak ugye rohadt sok staminát megzabál ez a fajta ütésem. Homok meg csont, ezt egyébként nem tudom miért nyomok rá, hogy vegyem fel. Nem kéne fölvennem azt egyszerűen annyi. Boiler! Az mi? Valami bug?
Egy gyí, asztal. De egyébként tényleg miért veszem fel ezeket a retkeket? Ez a nem mindegy. Hülye vagyok. Merre, 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 merre? Ez egy hír volt. Kaja, jaj, imádom, ez jó ez a hely. Ez a hely valami nagyon jó. Mikrosütő! Volt benne krumpli. Nincs itt hol senki? Nem, itt jön össze, házi össze, hogy ráver a seggemre, hogy én itt elutolgatok. Főzőedény, fogadjunk, nem. Mit keres szén a izébe, gyerekek, a... Abba. Papír. Ebből mindig csak papírt lutolok. Szaros papírt kiszedjük be, nagyon jók vagyunk. Gyere, kállj föl. Na, még mindig nincsen kipucolva elvileg. Azt írja. Ez jó nagy az a ház, hogy rohadjon meg. Abba biztos lesz a szekrénybe. Gyerekek, annyi könyv van, hogy az őrület. Csodálkozok, hogy itt nincs. Ez ilyen trash-eket miért szedett fel, Keeper? Azt mondd meg nekem. Ó. Oh. Ott a csávó. Hello, gyere, na ide! Ez miért mászott? Kell föl! Ja, hogy itt meg le lehet ugrani? Oh. Ott biztos megszivatják a Keepert. Leugrok, aztán lesz baj. Jó, föl se szerem az ilyen trash-eket, komolyan mondom. Na gyerekek, próba! Rá az ágyra. Itt meg megszivatás lesz. Oj, ne, ne! Mit csináltál? Na, erre gondoltam egyébként. Csak egy kicsit belekeveredtem. Még a szék is megrettyent alattam. Komolyan nem tudom, hallottál, de rendesen beszartam. A betyáró istenét. Na, ott van, ebbe lesz a jövő. Figyeld! Antibiotikum, hogyan lenne benne? Miért lenne benne? Nehogy jól érez magad, Keeper. De viszont... Cucli-mucli van. Meg lőszer cucli-mucli. Ó, jók ezek a jövők, jók ezek a küldetések. 21 óra van, gyerekek. Baj van, baj van, baj van, baj van. Úgyhogy gyors, rohadt gyorsan. Ezt meg... Macska táp, minden volt. Gyerekek, húzzunk a rákba gyorsan. Ne, zárva van. Jaj, nehogy ide beszoruljak, he! Ne. Gyorsan, 21 óra van, bazd, én hülye. Ja, hogy izé? Ja, hogy itt voltunk, ez jó. Már itt ki tudok menni, egyszerűen. Megvan a küldi, ugye? Meg. Szarát izéve. Terhelve. Jó. Merre? Arra. 21 óra 4. Hát ezt cseszhetem szerintem, mert már nem fogok odaérni. 21 óra 6. Az a baj, tudok, mert nem tudok enni be az egyszerre. Nincsen ilyen, hogy megy magától? Tök jó lenne. Hát ígyunk egyet, aztán akkor lesz egy kis stamina regünk. Ja, tudom, hogy szarrá vagyunk terhelve, de... Kéne nekem ez a... Kéne, egy csomó jó cucc van azért nálam, meg az a baj, most megállok, akkor még itt válogatok, akkor azzal is megy az idő, érted? Mondjuk ezeket. Meg kéne tanulni azt, csá. Két darab papír, nem tudom minek, meg egy darab bőr. Meg lehet elad, ez megint trash, ez megint trash. Ezt el lehet adni, az a baj, azért idegesít, hogy van, vagy nincs, vagy nem szól. Ez is menjen a levesbe, ez is megy a levesbe. Jó, az a baj, így is még túl vagyunk terhelve.
Semmi gond. 24 van. Hát még esélyes egyébként, hogy oda tudok érni. Na, itt átvágok. Futva. Stamina nélkül. Zombi. Üzei kutya. Kutyámajom. Ezt még gyorsan le kéne adni. Ó, 30 van. Menjünk már, bazza, menjünk már. 32. Akkor is odaérek, leszarom. Ekkora lyuk, pont a perce, bazza. Ez mi az? Nem valami titkos? Tényleg voltak ilyen titkos bázisok, tudod, de kutakba lehetett lemenni, van olyan még? 38 gyerekek. Figyeld, akkora szerencsém, hogy pont nem fogok odaérni, már előre látom. Mire ismerem magam. 42, figyeld. Amint rányomok az NPC-re, a boltos akkor fog kidobni a... Menjünk már, bazza, ne szórakozzál! Ne! Meg se próbálom, nem? 49. Jó, fölösleges, várj, hol lakok? Itt lakok, jó, 52 van gyerekek. Megyünk haza, skipakolunk, 53. Mivel nehogy észrevegyen egy zrolt zombi, 55. Nem értem volna oda, úgyhogy... So sorry, hogy ide jöttünk, de... Ez szerintem jobb megoldás volt, 57. Oké. Okay. Az úgy idegesítő az zombi, mindig azt hiszem, föl kell. Beteszem ezeket az ajtókat, mintha sokat is számítana. Ha egyszer úgy meg luk van a falon. Hülye gyerek, mi? Tök jó, hogy beköltöztünk egy ilyen házba, nagyon vicces. Na, annyit még meg fogok csinálni ebbe a részbe. Ami egy csomó mindent meg fogok csinálni. Na, először is. Bujka. Várja, van fám. Mikor nagypapa pángolt, az volt a jó. Főzünk ilyet. Ilyet is tudok főzni. Jó, de jó, várjál. Potato. Ilyet is tudok főzni. Oké, okay. Lesz egy csomó kajánk. Igaz, hogy trash kaja, de a semminél jobb gyerekek. Akkor nézzük, hogy mit kéne a kajába berakni. Hát tök jó, ez egy ürliket a dolog, Tényleg komolyan mondom, hogy happy vagyok. Figyeld, ezt ide rakom. Milyen kajaszerű dolog, azt mindent ide berakok. Csont az mondjuk nem éppen kaja. Az a baj, mindig oda számolom, mert megenném. Oké, a craftos dolgokat. Ja, ezt el fogom adni. Ezt leszkrepelem. Ez jöhet ide, ez jöhet ide, ez is jöhet ide. Mondjuk ezt berakhatnám akkor izélni, sünyi, nem? Ez is jöhet ide, ez is jöhet ide, ez is jöhet, ez is jöhet. Azt meg leszkrepeltük ugye, ez is jöhet ide, ez is jöhet, ez is ide jöhet. Figyelj, de nem baj, hogyha nem adok el mindent, meg ez is mehet ide. Ugye ez izét ad, életet, életpontot, az se egy utolsó dolog, de egyelőre most szerintem oda el vagyunk anélkül. Az a nagy baj, hogy elég sok vizet elhasználok ezekre a kajákra, és ez termelődik. Jaj, hármat tud tartani egyszerre. Nézzük meg a izét, még van itt hat, ezt is le kéne főzni. Water kell ennek, humba. És kukíjunk. Jó, oké, főzünk, sütünk minden. Közben meg kéne nézni akkor a skill dolgokat. Nem ezt akartam. Ez mi? Milyen statisztika ez? 4-es szintűen vagyunk, Game Stage 7-esben vagyunk. 59 izét, eddig nem hódunk meg. Jaj, de jó vagyunk. Na, izék kellene. Éhesek is vagyunk. Vázza, micsoda problémák vannak itt. Skill-öket akartam megnézni, skill-öket. Hány darab elpont köthető? 4 darab elköthető skill-pontunk van. Na, ezt valahogy értelmesen kellene. Először is meg kellene nézni, hogy milyen stamina reges dolgok vannak. Atlétika perkek. Ez az egy van, ami opció van arra, hogy stamina reg dolgokat. Ez például csinál olyat. Itt az izé, ez lövéshez való. Nem látok normális izét.
Na várjatok, nézzük. Itt még vannak. Ez mire jó, ugye? Nem tudok fel nagyobb szintűt. Heavy armor, ezt se tudok nagyobb szintűt. Nézzük akkor, hogy mondjuk itt. A Lucky Looter ilyet érdemes, gyerekek, szerintetek? Lucky Looter-t, mit ad? Gyorsabban lootolsz, meg ad 5% loot bónusz. Hát 5% loot bónusz az szerintem nem egy olyan nagyon erős, nem? Na, ő mit csinál? Redukálja izét, gyerekek. Redukálja a poweretoknak a stamina kosztját. És jobban ad ilyen fegyvereket? De mondjuk ez lehet, hogy izére gondol. Lehet, hogy csak ilyen ökölvívásra? Na jó, elcsesztem. Na nézzük. Ez jobban tolerálja, ugye? Ez mit csinál? Jó. Fájdalom toleráció. Huszszázalékkal kevesebb esély van arra, hogy stanolnak. Mondjuk az se egy utolsó dolog, nem gyerekek? Vagy egy kardió. Amikor sprintelek, akkor gyorsabban stamina regelek. Ez mindenképpen kell. Ezek jó rólog, gyerekek. Egyébként ez se rossz, de egyelőre nézzünk végig a dolgokat. Parkour, hát ez annyi, hogy nem annyira lerukálja a staminádat, amikor ugrasz. Nem olyan sokat ugrálok én. Lockpicking, hát ez szerintem teljesen felesleges egyelőre. Itt ezek könyves dolgok. Valamelyikhez ilyen 50, meg egyik 100. Hát lehet, hogy akkor még, amit néztünk, ezt lehet, hogy be fogom mákolni. 5%-kal kevesebb HP-t vesztek, és 20%-kal kevesebb eséllyel kapok stun. Meg akkor még van egy darab. Egyébként ezek se lehetnek rosszak. Minden 35 másodpercben kapok egy természetes healinget. Az jó, mert ugye folyamatosan hílelődsz. Ez például tök állat. Úgyhogy ha nem eszel, meg nem csinálsz semmit magaddal, akkor is 35 másodperceket kapsz egy HP-t. Úgyhogy ez is egy fontos dolog szerintem. Jó, oké, hát egy kicsit akkor ezt összeszedtük magunkat szerintem, nem? Srácok, tök jó dolgokat tanultunk. Kajákat, azokat kiszedjük, még fölnek kajáink, még 4 krumpling föl. Még egy darab ilyen pitink. Figyeljetek, szerintem kaja meg ilyen problémát meg is oldottuk, nem? Mondjátok, hogy frankók vagyunk. Szerintem egyébként azok vagyunk. Várjátok, az ilyen kész kajákat, azokat ide hadd csoportosítsam. És azokból tudok, ezt is gondolom meg lehet izajani. Ezt is így is simán meg lehet enni, meg lehet, hogy lehet belőle csinálni valami kukoricalisztet, vagy valami biztos lehet. Ennyi az összizém kaja mennyisége egyébként. Meg amik főreg? Ja, meg itt van ez is, pazen, ne viccelj. Meg tudnék kávét is csinálni, ez se lenne rossz dolog. Meg ugye ilyen teát is. Oké. Ezeket így kapásba elfogyaszthatók. Ez jó. Elég lassan főz egyébként, régebben nem főzött ez gyorsabban. Lehet, hogy van valami perk rá. Oké. Figyelj, mennyit, hogy 10 foodot ad egy ilyen krumpli? Ez mondjuk elég röhely. És egy ilyen is 10 púdot ad, meg ez is. Jó, nagyon éhesek vagyunk, értem én.
Oké, nem baj. Itt befejezem, következő részben folytatjuk, valószínűleg hasonló metódussal. És ja, ez szerintem tök jó állunk egyébként. Van fegyverünk is, igaz, hogy ebben most már csak izénk van. Egy pisztolyt még kéne szereznem, és akkor ezekkel a fegyverekkel azért tudok még aprítani. Jó, gyerekek, el is búcsúzom, nagyon szépen köszi a figyelmet. Hát egy kicsit jobban, progresszívabbak voltunk, mint az előző gameplaybe. És igen, most már annyira frusztrál, hogy haldoklunk. Hát talán bemákolunk előbb-utóbb még gyógyszereket, aztán akkor túlélünk. Ha nem, akkor meg meghalunk, az csá. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, csumi csá!